Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják. Lássuk, mit kínálunk mai műsorunkban. Több fejlesztésre is sor kerül a városban. Egyhangú döntés született több napi rendi pontban. A könyvtár szívelelke, Link Judit portréja. Hogyan vezessünk a téli utakon? Fő a gondos előkészület. Több fontos döntést hozott Tolnaváros képviselőtestülete. Talán a legjelentősebb, hogy továbbra is biztosítják a dietetikus ellátást a városlakóknak, illetve több buszvárót is létesítenek majd a Tolna-Mös szakaszon. Több fontos ügyet tárgyal Tolnaváros önkormányzat képviselőtestülete a 2023-as év utolsó ülésén. Itt többek között döntés született jelentősebb szerződések újrakötéséről, illetve a lakosság szempontjából fontos dietetikusi szolgáltatást ellátó szakember megbízásáról. Most arról döntöttünk, hogy meghosszabbítjuk ezt a szerződést, és ugyanúgy járhatnak hetente egyszer az egészségházba a diabéteszesek, segítséget kapnak mindenféle gyógyszeres kezelésre, és esetleg az étkezésre vonatkozóan tanácsokat. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon népszerű, nagyon sikeres szolgáltatása ez a városnak, és természetesen a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a továbbiakban is biztosítja az itt élők számára. Összesen 28 napi rendi pontot vitatott meg a képviselőtestület. A testületi ülés egyebek mellett egyhangulag elfogadta 3 darab fedett buszváró létesítését, ezzel is megkönnyítve a lakók mindennapjait. Top pluszban, aminél szintén fontos döntések voltak most, hogy a városon átvezető úgynevezett 5112-es útnak a mentén lévő buszmegállókat egységes formába építjük és modernizáljuk, de ettől függetlenül fontosak azok a buszvárók is, amik nem ezen az útvonalon vannak, hanem akár Mözsön a Szent István utcában, akár a Szedresi utcában, akár a gimnázium előtti területen vannak. Itt jelen pillanatban nincsenek fedett buszvárok, arról döntöttünk, hogy egy ilyen műanyag buszvárót létesítünk ott is, hiszen minden közlekedő, minden itt élő fontos a képviselőtestület számára, úgyhogy azt fontosnak gondoljuk, hogy azok se fázzanak, akik busszal közlekednek. Jellemzően egyébként itt sokkal kevesebben várnak, de hát ők is fontosak, és akkor most oda is építünk buszvárókat. Határozat született a TOP Plusz koncepciótervek jóváhagyásáról is, illetve fontos előkészítési folyamat zajlik a februárban esedékes pályázatok beadásához szükséges feltételek előkészítéséhez. Döntöttünk arról, hogy mely utcák, utak fognak megújulni, hogy az óvodák felújításánál miket valósítunk meg. Aztán döntöttünk a könyvtár átköltözéséről is, korábban ugye átköltözött a régi könyvtárból a Bajcsinszki utca, a jelenlegi városközponti buszmegálló mögött volt a könyvtár, ami nagyon rossz állapotban van, és szeretnénk visszaköltöztetni, ott is elfogadtuk ezt a tervet. A családsegítő központot szeretnénk a templom mögötti épületbe, ami iskola épület volt, és a polgári iskolaként működött. Nagyon sokáig oda szeretnénk a családsegítő központot átköltöztetni. Erről is döntöttünk, aztán döntöttünk a Dunapart további fejlesztéseiről, a Mözsi Idősek Klubjának a felújításáról. Tehát számos olyan, ami korábban már döntés született arról, hogy ezeket megterveztetjük, ezeket a terveket most, koncepcióterveket most láttuk, és minden bizonnyal február 1-e után pedig be is fogjuk tudni nyújtani a pályázatokat. Úgyhogy én arra számítok, hogy a 2024-es évben akár már olyan, ahol nem kell engedélyeket kérni, és nem kell az engedélyezeti eljárásokat lefolytatni, ott már esetleg meg is tud valósulni, legalábbis meg tud kezdődni a kivitelezés. Aztán ugye minden évben probléma a városi programoknak a finanszírozása, és nem is feltétlenül a költség oldalról beszélek, hanem arról, hogy eléggé elfoglaltak azok a fellépők, akiket esetleg egy nagy rendezvényre meg tudnánk hívni. Tehát amikor a városnak elfogadott költségvetése van, akkor ez jellemzően február közepén, végén van meg,
akkor nem biztos, hogy találunk megfelelő fellépőt mondjuk a városnapjára, ami május végén szokott lenni. Úgyhogy most arról döntöttünk, hogy mintegy 22,5 millió forintot fogunk biztosítani a város nagyobb rendezvényeire. Értem ezzel alatt ezt a városnapját, ami május végén van, a Bárka Fesztivált és az adventi hétvégét. Időben le kell foglalni ezeket a fellépőket, hogy még azokat tudjuk megcsípni, vagy megszerezni, akikre esetleg minél többen látogatnak el. Így idén is az egyik elsődleges cél a lakossági igények teljes körű kiszolgálása. Egy 150 négyzetméteres kétlakrészből álló parasztház égett teljes terjedelmében péntek este Tolnán. Tájékoztatott a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltók néhány perc alatt a helyszínre érkeztek, összesen 6 járművel vonultak a Fürdőház utcában égő házhoz. Két ember ki tudott menekülni az épületből, egy idős nő holttestét viszont oltás közben találták meg a tűzoltók. A tragédiában egy kutya is elpusztult. A lánglovagok 2 órán keresztül oltották az égő épületet. A ház födémje is beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. A 2 megmenekült ott lakó ember rokonokhoz került. Nem zárható ki, hogy a tűz a konyhában keletkezett, de a pontos körülményeket tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. Most következzék egy kulturális programajánló. Január 23-án Tolnán, a Lovardában a Kék Róka című színházi előadást tekinthetik meg az érdeklődők. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amit a 30-960-87-72-es telefonon vagy a kultúra@tolna.hu e-mail címen lehet megtenni. Ismerjék meg közelebbről a Tolnai Könyvtár vezetőjét, Link Juditot! Tolnai vagyok, apai ágról az első bevándorlókkal jött be a család, tehát 1718-20 körül már a linkek itt voltak, illetve akkor még lingnek írták a nevüket, úgyhogy tőzsgyökös tolnai vagyok. Édesanyám viszont badacsonyi, Badacsony hegyen született, nem is a lejjebb, hanem fönt a hegyen született, úgyhogy 2 teljesen ellentétes értékrend egyesült bennem, a vizek és a kövek. Édesapám az pingpongedző volt. Megyei sporthivatalban dolgozott és pingpongedző volt, úgyhogy korán felismerte azt, hogy nekem van tehetségem a pingponghoz, és én már 5 éves koromban pingpongoztam. Fel se értem még az asztalt, de már a kezemben volt a pingpongütő is. És pingpongoztam. Nagypapáméknál volt egy hatalmas konyha, és ott állítottunk fel egy asztalt, és édesapám ott gyakorolt velem, és hát ez egyenes út vezetett ahhoz, hogy én pingpongozzak a Tolnai Vörös Lobogóba. Akkor még nem tudtuk, hogy miért nem fejlődöm olyan gyorsan, mint a többi. Tehát jó képességeim voltak, de valahogy úgy nem sikerült annyira fejlődnöm. Később aztán kiderült, hogy a csípőm miatt, tehát nekem van egy veleszületett kétoldali csípő problémám, amit 1 éves koromban ismertek csak fel, akkor nem is megműtöttek, de begipszeltek, 1 évig gipszbe voltam. Rendbe jött. És olyan mozgás igényem támadt ettől az 1 éves szünettől, hogy édesapám tényleg a pingponggal, a sporttal kívánta ezt így kompenzálni. Jól is ment, viszont ugye ennek korlátai voltak, amit nem tudtuk, hogy miért van. Édesapám se tudta, Sárcsanyi bácsi sem tudta, azt látták, és a többiek is azt látták, hogy én lusta vagyok. Most, hogy ez a lustaság, ez miből fakadt, az sajnos csak 17 éves koromban jött elő, amikor elkezdett fájni a lábam. Akkor elmentünk ortopédorvoshoz Pécsre, és akkor már nagyon jól ment a pingpong. Akkor már egyszer NB1-be is játszottam, aranyjelvényes is voltam,
kezdődött volna úgy jól menni, igazán profi menni, és közölték velem, hogy vagy rögtön megműtenek, vagy benéz a tolószék is akár. És hát megműtöttek, és ezzel véget ért a karrierem, ugyanis hát egy kicsit nem sikerült a műtét, 8 centivel lett rövidebb az egyik lábam, mint a másik. És ezt ugye rögtön nem lehetett kompenzálni, úgyhogy nekem akkor ott véget ért a világ, mert nekem az élet az kizárólag a pingpongról, a sportról szól, és akkor váltanom kellett valami másra. Még szerencse, hogy voltak a könyvek, mert a könyveket, azokat tényleg nagyon szerettem. Ide jártam gimibe is, igen. Nagyon jó osztályom volt, nagyon szerettem. A Bán Erzsébet volt az osztályfőnökünk, mi voltunk az első osztálya, szegény, úgyhogy pont kikapta. De nagyon szerettük, és nagyon remélem, hogy ő is szeretett minket. És akkor utána felvételiztem. Először a tanítóképző főiskolára, Szekszárra, bár ez a szüleim kérése volt, bár én tudtam, hogy nem vagyok tanítónak való. Nem tudtam se énekelni, akkor még kellett zenei hallásom, az nem volt zenei hallásom, semmi. És hát úgy is felvételiztem, hogy biztos legyek benne, hogy nem vesznek fel. Nem is vettek fel, és egy évig máshol dolgoztam, akkor még létezett ez a közveszélyes munkakerülés, úgyhogy el kellett helyezkedni egy hónapon belül, vagy pár hónapon belül, és más lehetőség nem volt. Édesanyám akkor a kórházban dolgozott vezetőként, és ott szerzett nekem helyet, nagyon furcsa módon a Szekszárdi Kórház proszektúráján voltam segédasszisztens egy jó fél évig, kicsit több, mint fél évig voltam, és nem bántam meg. Nagyon szerettem azt a helyet. Kutatómunkát végeztünk azon kívül, hogy ugye boncolásokban részt vettünk, és nagyon sok tapasztalatot szereztem ott. Nem volt az rossz tanulmány. És akkor utána oda felvételiztem, ahova én szerettem volna. Ugye a könyvtáron kívül még egy dolog érdekelt nagyon, a történelem. És Szombathelyen volt akkor kizárólag és egyedül történelem könyvtár szakpárosítva. Úgyhogy én fölkerekedtem, aki ugye csak a versenyekre ment a világot látni, és elmentem Szombathelyre felvételizni. Sikerült, de csak levelezőre vettek föl, amit szintén soha az életben nem fogok megbánni, mert Faddon sikerült könyvtárosként elhelyezkednem közben, és ott olyan tanárom lett Kisnévali személyében, aki mindent megtanított a szakmáról. Tehát én nem úgy jöttem ki 4 év után a főiskoláról, hogy na most akkor ismerkedjünk meg a könyvtári munkával, hanem én akkor már mindent tudtam. És felsőfokú szinten tanított meg nekem mindent. Közben 1987-ben Fadról el kellett jönnöm, mert visszament az a gyermekes anyuka, akinek a helyén ott voltam, és Tolnán hál' Istennek éppen volt egy hely, és akkor a nagy álmom, hogy a Tolnai könyvtárban legyek én tolnai könyvtáros, hiszen én tolnai lány voltam, tehát el se tudtam volna képzelni, hogy messzebb menjek. Soha nem akartam, és nem is szerettem volna vezető lenni, de 1999. január 1-től engem neveztek ki az intézmény élére. És ahogy számolgattam, lehet, hogy én vagyok az az ember, aki leghosszabb ideig volt igazgatója ennek a teljes intézménynek, tehát a Művelődési Központ és Könyvtárnak, legyen bármilyen neve is azóta. 9 évig voltam igazgatója. Nehéz időszak volt, mert az önkormányzat sem volt olyan túlságosan jó helyzetben, és leépítettek minket. Tehát a két könyvtáros helyett, 3 könyvtáros helyett
gyakorlatilag egy könyvtáros meg egy könyvtáros igazgató lett. Volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem volt népművelőm. Tehát úgy kellett megoldani a dolgokat, hogy én voltam a népművelő, és én voltam az igazgató, és én voltam a könyvtáros is. Aztán kaptunk egy 4 órás népművelőt, aztán végül hál' Istennek belátták, hogy a feladatunk nem csak az a pár állami és nemzeti rendezvény szervezése, hanem azért a művelődési ház másra is való. És akkor adtak népművelői vagy művelődés szervezői státuszt, úgyhogy akkor, ha minimális létszámmal is, de tudtunk megint normálisan üzemelni. A könyvtáros egy kicsit talán hasonlít ahhoz a könyvtáros képhez, ami így a filmekben mostanában van, hogy ilyen kutató könyvtáros, meg rejtélyeket fedez fel. Igen, mi is kutatunk és rejtélyeket fedezünk fel, és szerintem mérhetetlen a kíváncsiságunk. Ettől jó könyvtáros egy könyvtáros, úgyhogy engem is minden érdekelt. Azért nem szakosodtam szerintem sehova, bár tényleg a történelem meg a régészetet imádtam és nagyon szerettem, mert túl sok minden érdekelt. Úgyhogy a történelmen kívül, ami nekem örök szerelem, foglalkozom, hát most a Városvédő Egyesületnek vagyok az elnöke, ami szintén történelem, helytörténet, de tagja vagyok a Madártani Egyesületnek, tehát imádom a madarakat megfigyelni, gólya monitoringozást csinálok minden nyáron tolnán, amit adatokat leadok. De foglalkoztam fűszernövényekkel is, gyógynövényekkel is egy ideig. Hát a családtagjaimat, meg így a munkatársaimat elláttam gyógynövényekkel, meg tanácsokkal. Nagyon szeretek főzni, ezt imádom, és mivel keletrajongó is vagyok, tehát ami India, Kína, Japán, Korea, Tájföld, ilyesmi, az nekem minden. Nekem született egy kislányom házasságon kívül, és egy ideig a szüleimmel éltünk még, már csak azért is, hogy a családkép meglegyen a gyermekbe. És ott nem nagyon díjazták az én ázsiai ételeimet, ott inkább húsokat sütöttem, vadat, nagyon sok vadat sütöttem, édesapám ugye a halászlé mestere volt. Mi, mint mondtam, régi tolnai család vagyunk, tehát mi azt a hagyományt is tartottuk, hogy a halászlét kizárólag a férfi családtag főzheti, viszont az összes többi az maradt rám. Én imádok élni, tudod, mindenek ellenére imádok élni. Nekem az élet minden pillanata maga a csoda, akkor is, hogyha rossz. De az, hogy megélhetem, az számomra egy olyan gyönyörűség, amiért örökre hálás vagyok. Most rövid reklám következik, de addig is tartsanak velünk. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistant szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosítás kötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540 703.
Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, De Ferenc utca 5. A Vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horganyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, aratos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatása gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha Vasáru, akkor Baja és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A havas, de még inkább a jeges út igencsak próbára teszi az autósok türelmét, tudását, idegrendszerét. Nem mindig a gépkocsi márkája minősége határozza meg, hogy célba érünk-e, főként a téli utakon. Ez leginkább a vezetők tapasztalatától függ, valamint attól, hogy betartjuk-e a közlekedési szabályokat. Az elmúlt napokban már megtapasztalhattuk a téli igazi arcát, ezzel együtt a téli közlekedés velejáróit is. Az eső, havas eső és hó miatt csúszós utak, a rossz látási viszonyok, köd, szürkület mind nehezítik a közlekedést az elkövetkező időszakban is. Épp ezért az emberek nagy többsége már jóval a tél beállta előtt tudatosan felkészült. Átcserélem a téli gumira, megnézettem a fagyállót, ugye, az fontos. Más, ugye, főleg ha esik a hó, lassabban megy az ember, csúszósabbak az utak, óvatosabban kell, oda kell figyelni, párásodik az ablak, stb. A megváltozott közlekedési körülmények váratlan helyzet elé állíthatják a járművezetőket. Éppen ezért fontos, hogy a gépkocsi vezetők vezetés technikailag is felkészültek legyenek. Hát ez csak úgy működik, ha az ember észre ül abba az autóba és úgy nyomja azt a gázpedált. Másképp a jeges úton teljesen mindegy, hogy milyen gumi van fönn, ott az autó, az csúszik, az megy. Itt csak az embere múlik, aki fogja a kormányt, hogy vezet. A tél azonban nem csak a sofőrök számára kemény időszak, hanem az autóknak is. Főleg azért, mert sok járművezető nem szán arra időt, hogy téliesítse az autóját. Zord időjárásra ugye természetesen nem lehet felkészülni nap mint nap. Ugye ha jön van, ha nincs, akkor ugye 16-7 fokok vannak. Ugye hát sajnos a mi időjárásunk most már nem lehet azt mondani, hogy van 4 évszakunk. Van egy kicsit néha hideg, van egy kicsit ugye jó idő is a téli időszakban. Ha most ugye, hogyha leesik egy akármint mostani ez az 1-2 centi hó, természetesen nem úgy kell készülni, hogy most akkor megyünk dolgozni, és elkezdünk 60 kilométeres sebességgel haladni a főúton, mert ugye sokkal több bajt csinálunk, mint hogyha ugye optimálisan közlekednénk. De ugye az, hogy a garázsból elinduljunk, vagy akár az autó parkolójából, ugye azt tudni kell, hogy milyen gumink van a járműben, világításaink rendben vannak-e, az ablaktörlőink rendben vannak-e, fagyáló van-e az ablaktörlő, vagy az ablakmosóban, mert ugye sajnos, ha odafagy, hát nem fog kilátni rajta ugye senki. Az, hogy ugye ha belekerünk egy olyan szituációba, hogy megcsúszik, megfarol a jármű, ugye itt lehet minden, sok mindent hallani, ide kormányzunk, oda kormányzunk, ellent kormányzunk. Én mindig azt szoktam javasolni, túl nagy balhét ne csináljanak, hogyha csúszik, az úgyis fog csúszni. Fontos, hogy az útkanyarulatokat mérsékelt sebességgel és körültekintéssel közelítsük meg, hiszen az ott megjelenő vízátfolyások, lefagyások, a nem megfelelő sebesség és esetleg a kopott, nem megfelelő bordamélységű gumiabroncs miatt a baleset bekövetkezhet. A kormányzásnak akkor van lehetősége, meg jelentősége, hogyha az autó valamelyik kereke még alkalmas hajtásra, akkor ugye van értelme, hogy még elfordítsuk erre vagy arra, hogy az öme autó az nem négykerékhajtásos,
kétkerékhajtásos, ott nagyon kevés ez az esély. Sőt, hogyha kormányzunk, vagy valamit teszünk, még nagyobb az esély, hogy belesünk az árokba. Vagy neki megyünk esetleg a másik járműnek. Tartsunk nagyobb követési távolságot az előttünk haladó mögött, és kerüljük a hirtelen kormánymozdulatokat. Ebben az időszakban és útviszonyok mellett előnyösebb a motorfék használata és a szakaszos fékezés. Az, aki bizonytalan az ilyen időjárásban, ugye akármilyen felszerelt az autója, akár gumilag, akár bárhogyan a kerékhajtásokra, akkor inkább próbáljon meg más közlekedést választani, hogy az a legbiztosabb. De ugye, ha mégis ugye kikerülünk a közútra, ugye az előbb már említettem, hogy próbáljuk ne akadályozni a többi autóst vagy a járművezetőt, tartsuk be azért a követési távolságokat nagyobbat, mint egy nyári közlekedésben, ugye, mert hát, ha mégis lassítani kell megállni, ugye az, hogy ezek a fékutatok a csúszós úton, hogy változnak, az sajnos csak mindig az az adott körülmény adja meg, ugye ezt nem lehet egy sárfelhordás, egy szélátfúvás, ami ugye most a napokban természetesen volt itt a főúton is, meg egyéb mellékutakon is, arra nem lehet felkészülni, nem kell kapkodni, nem kell fékezni, keresztül kell rajta hajtani. Ne feledjék, ez csak pár jó tanács, ami a téli időszakra jellemző baleseti fajták megelőzését szolgálja. Vezessenek mindig körültekintően, az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően. Hazai pályán 4-1 arányban győzte le a Tolnamözsi Futszár Sport Egyesület MB3-ban szereplő férfi csapata az egy osztállyal feljebb játszó Nagykanizsát a futszár Magyar Kupa második fordulójában. Ágics Péter gárdája így tovább jutott és várhatja a következő ellenfelét. A találkozóra körülbelül 100 néző látogatott ki. A tolnaiak góljait Keszthelyi György, Deli Dániel és Lackó Krisztián szerezték. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!